Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Háborúk hírei című rovatunk szeptember 19-én. Donald Trump közölte, létrejöhet a találkozó Zelenszky elnökkel. A republikánus elnökjelölt kijelentette, valószínűleg találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Zelenszky a jövő héten az Egyesült Államokba utazik, hogy felszólaljon az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén az országban zajló orosz háború miatt. Trump most egy riporternek azt mondta, hogy valószínűleg akkor találkozik majd az ukrán elnökkel. Zelenszky előzőleg azt mondta, hogy egy béketervet akar bemutatni Joe Biden amerikai elnöknek, Kamala Harris alelnöknek és Donald Trumpnak is. A republikánus jelölttel legutóbb Trump elnöksége alatt találkozott személyesen az ukrán vezető. Az amerikai látogatás része lesz az ukrán győzelmi terv ismertetése is, ami Kijev reményei szerint fordulatot hozhat a háborúban. Zelenszky kijevi beszédében ismét felszólította nyugati szövetségeseit arra, hogy tartsák be az ígéreteiket. A jaltai Európai Biztonsági Konferencián azt mondta, hálásak vagyunk partnereinknek, de komplett segélycsomagokra van szükségünk. Az eddig ígért 60 F-16-osból eddig csak a töredéke érkezett meg Ukrajnába, valamint Németországból további 400 páncélozott járművet várnak év eleje óta. Nico Lange, az Európai Politikai Központ katonai szakértője megerősítette azt, hogy folyamatosan érkeznek a partnerektől katonai segélycsomagok, sokszor azonban késve. Ennek érdekében Zelenszky az Egyesült Államokba látogat, hogy bemutassa a 4+1 pontból álló győzelmi tervét. A Bild szerint a nagy hatótávolságú fegyverek oroszországi bevetéséről és részleges tűzszünetről is szó lehet az ukrán tervben. Ezzel szemben Carlo Massala, a müncheni Bundeswehr Egyetem katonai szakértője úgy véli, hogy az ukrán elnök most mindent egy lapra akar feltenni, és megpróbál fordulatot elérni a harctéren. De nézzük, mit tartalmaz az ukrán elnök 4+1 pontos győzelmi terve. Zelenszky azt nyilatkozta, hogy 4 alapvető pontot határozott meg, valamint még egyet, amely a háború befejezése után lesz aktuális. Ukrajna geopolitikai helyzetéről, Oroszország tárgyalásokra való kényszerítéséről, valamint gazdasági aspektusról is szó lehet a győzelmi tervben. Az egyeztetés várhatóan az ENSZ New York-i közgyűlése után következhet, és továbbra is fő cél lehet az, hogy Oroszországot tárgyalásokra kényszerítsék, és Ukrajnával szemben méltányos feltételekkel fejezze be a háborút. Alexander Kovalenko, az Információs Ellenálláscsoport katonai és politikai szakértője szerint a terv kapcsolódik a már korábban többször bemutatott béke formula 10 pontjához. Úgy fogalmazott, hogy a tervet közvetlenül Joe Bidennek kell bemutatni. Zelenszky 4 kulcsfontosságú pontot és egy háború után érvényesíthetőt fog prezentálni az amerikai elnöknek. Az egyik pont célja Ukrajna stratégiai helyzetének meghatározása a globális biztonsági struktúrában. A második egy olyan csomag, amelynek célja, hogy Oroszországot tárgyalások útján kényszerítse a háború befejezésére. A harmadik pont gazdasági jellegű. A kurszi ukrán támadás elsősorban azért volt hasznos az ukrán elnök szerint, mert átcsoportosításra késztette az orosz haderőt, valamint a saját csapataik morálját is növelte. Nem zárta ki azt, hogy esetlegesen más területen is csapásokat indíthatnak. Az ukrán haderő pedig felkészült arra, hogy a kurszi akció után érkezik az orosz ellentámadás. A spanyol állami hírügynökség cikkében utalt arra, hogy Zelenszky győzelmi tervének fő célja, hogy Oroszországot ősszel a háború leállítására késztesse, valamint egy második békecsúcsra meghívják az orosz államképviselőit is. A békekötésnél azonban azt szeretnék, hogyha az ukrán feltételekkel fogadnák el azt. Mihályo Podolyak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója elmondta, hogy a katonai nyomásgyakorlás érdekében orosz területre kell áthelyezni a harcokat. Ezzel még nagyobb anyagi ráfordításra késztethetik Moszkvát, amely már eddig is évente 2-300 milliárd dollárt költött a háborúra. Ezen kívül diplomáciai nyomásra is szükség van, amelyről Kínát is meg kell győzni. Alekszandr Kovalenko elárulta, hogy katonai úton csak szövetségesek bevonásával lehetne legyőzni Oroszországot, de ez irreális, azonban a diplomáciai út önmagában nem elég. Egy Krím elleni támadás hasznos lehetne, amellyel elszigetelnék a félszigetet, ez Moszkva számára is kihívást jelentene. Azonban a szakértők szerint a győzelmi terv még elfogadás esetén sem garantált sikert Ukrajna számára, csak további eszkalációhoz, valamint a konfliktus meghosszabbodásához vezethet. Repedezik a szövetség. Zelenszky teljesen kiakadt Lengyelországra.
A Politico arról ír, hogy kis hián diplomáciai botrány alakult ki kedden, miután a lengyel rendőrség megbilincselte Oleksandr Usikot, Ukrajna nehéz súlyú ökölvívó világbajnokát a krakkói repülőtéren. Az úgymond félreértések tisztázása után szabadon engedték a sportolót. Felháborodtam, amiért ilyen bánásmódban részesült állampolgárunk és bajnokunk, mondta az eset kapcsán Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök egy keddesti telegram bejegyzésben adott hangot a nem tetszésének. Az elnök elmondta, hogy beszélt Usikkal a történtek után, és utasította Ukrajna külügyminisztériumát az eset azonnali kivizsgálására. Ukrajna közölte, hogy diplomatái kapcsolatba léptek a lengyel hatóságokkal Usik letartóztatása ügyében. Félreértés történt, amit gyorsan tisztáztunk, írta a sportoló az X közösségi oldalon, majd hozzátette. Köszönöm mindenkinek, aki aggódott értem, külön köszönet az ukrán diplomatáknak a hatékony segítségért, és tiszteletem a lengyel rendőrségnek, amiért feladatokat magasságra, súlyra, ütőtávra és kitüntetésekre való tekintet nélkül végezték. A lengyel Onet hírportál Andrzej Vasiljevski helyi box promótert idézve arról számolt be, hogy Usik autóval érkezett Krakkóba, hogy repülőre szálljon és elutazzon egy spanyolországi edzőtáborba. Azonban útitársának nem engedték meg, hogy felszálljon a gépre, ami miatt vita alakult ki, és végül mindkettejüket megbilincselték. Az FBI szerint iráni hekkerek szivárogtatták ki az iratokat Trump kampányából Bidenéknek. Az FBI és más amerikai hírszerzők szerint iráni hekkerek a Biden kormányhoz köthető emberek számára szivárogtattak ki információkat Donald Trump választási kampányából, írja a BBC. A hírszerzés szerint a hekkerek kéretlen e-maileket küldtek június végén és július elején a demokratáknak, amikor még Biden volt a jelöltjük. Arra nincs bizonyíték, hogy ezekre a levelekre kaptak volna bármilyen választ. Az amerikai hírszerző szervezetek feltételezése szerint az Iránhoz köthető személyek június óta folytatják az amerikai választásokba való beavatkozást, és az ellopott kampányiratokat különböző amerikai média szervezetekhez is eljuttatták. Amerikai tisztviselők augusztusban arról beszéltek, hogy félő, miszerint Irán beavatkozik a novemberi elnökválasztásokba, és vihart szít. Amerika arról számolt be, hogy Irán lépéseket tett, hogy republikánus és demokrata kampányokhoz is közvetlen hozzáférés próbáljon elérni. A Politico júliusban írta meg, hogy alap e-maileket kezdett kapni egy névtelen forrástól, amely hiteles dokumentumokat kínált a Trump stáb belső működéséből, köztük egy J.D. Vance alelnök jelölt potenciális sebezhetőségéről szóló jelentést. Az elmúlt hetek során az illető, aki egy AOL e-mail fiókot használt és csak Robertként azonosította magát, olyan üzeneteket továbbított, amelyek egy magasrangú Trump kampánytisztviselő belső kommunikációjának tűntek. A dokumentumok között szerepelt egy kutatási dosszié, amelyet a kampány a jelek szerint Trump jelöltjéről, J.D. Vance Ohio-i szenátorról készített, és amely február 23-ai keltezésű volt. A Politico közölte, hogy megerősítette a dokumentumok hitelességét. A kutatási dosszié egy 271 oldalas dokumentum volt, amely Vance múltjáról és kijelentéseiről nyilvánosan elérhető információk alapján készült, és egyeseket, például a Trumppal szembeni múltbéli kritikáit a dokumentumban potenciális változásokként jelölték meg. Az illető egy kutatási dokumentum egy részét is elküldte Marco Rubio floridai szenátorról, aki szintén az alelnök jelöltség döntőjébe került. Az illető a Politikónak azt mondta, hogy különféle dokumentumokkal rendelkeznek Trump jogi és bírósági dokumentumaitól kezdve a belső kampánybeszélgetésekig. Arra a kérdésre, hogy hogyan jutottak hozzá a dokumentumokhoz, a személy így válaszolt. Azt javaslom, ne kíváncsiak legyenek arra, hogyan szereztem be őket. Bármilyen válasz erre a kérdésre kompromittál engem, és jogilag is korlátozza önöket a közzétételükben. Trump hivatala ideje alatt feszült volt a viszonya Iránnal. Trump alatt az Egyesült Államok 2020-ban megölte Qasem Soleimani iráni katonai parancsnokot, és kilépett a többoldalú iráni atomalkuból is. Izrael bármelyik pillanatban megindíthatja a hadjáratot a Hezbollah ellen. Nem vár az amerikai elnök választásra a Netanyahu kabinet, ha szükséges, bármelyik pillanatban megindíthatja a hadjáratot az iráni csatlós terrorszervezet ellen, írja az Izrael Hayom. A konfliktus a szakadék szélén táncol, így jellemezte egy magasrangú izraeli tisztviselő a Hezbollahkal való fokozódó feszültséget. A hétfő esti izraeli kabinetülés nyomán, amelyen a háborús célkitűzések közé beemelték az evakuált észak-izraeli lakosok visszatérését otthonaikba, sürgős biztonsági konzultációk zajlanak. A Hezbollah elleni háború nagyon is reális lehetőségnek látszik ezért az izraeli lap szerint.
a biztonsági tisztviselő megjegyezte, a gázai háború fő célja nagyrészt megvalósult. Azzal, hogy az izraeli védelmi erő bejelentette a Hamas Rafahi brigádjának vereségét, ami gyakorlatilag az összes Hamas brigád felszámolását jelenti, most már rendelkezésre állnak az erőforrások egy északi hadjárathoz. A közelgő tél és az esős évszak kezdete ugyanakkor potenciálisan kedvezhet a Hezbollahnak, miközben megnehezítik az izraeli hadsereg hadműveleteit. Netanyahu felismerte, hogy ha most nem száll szembe a Hezbollahkal, akkor Izrael hátrányba kerülhet. Következésképpen elindította az előkészületeket a hadjáratra, beleértve Gallant védelmi miniszter és a katonai vezetés ellenállásának leküzdését, akik különösen érzékenyek az ilyen akciókkal szembeni amerikai ellenállásra, árult el a biztonsági tisztviselő. Az Izrael Hayom forrása azt sugallta, hogy a Yoav Gallant védelmi miniszter leváltásáról szóló pletyka elindítása, miután Gallant eddig ellenezte a Hezbollah elleni fellépést, egyértelmű üzenet volt a miniszternek, vagy beáll a sorba, vagy menesztik a kabinetből. Megerősíthetem, hogy Gallantot megrázták a közelmúltbeli fejlemények, és ezt követően igazodott az új irányvonalhoz, készül az esetleges akcióra. Diplomáciai fronton Benjamin Netanyahu miniszterelnök és Gallant külön-külön is közvetítette Amos Hochstein amerikai megbízottnak azt, hogy a katonai akció továbbra is az egyetlen járható út az északi lakosok visszatérésének megkönnyítésére, ahogy Gallant fogalmazott. Netanyahu hangsúlyozta azt, hogy bár Izrael értékeli és tiszteletben tartja az Egyesült Államok támogatását, végső soron saját magának kell meghoznia a biztonsága érdekében szükséges intézkedéseket, jelezve, hogy az északi műveleteket nem lehet az amerikai elnökválasztás utánra halasztani. Ez volt tehát a háborúk hírei adása, szeptember 19-én Morvai Péter szerkesztőt hallották. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és az, hogy már több mint 92 000-en feliratkoztak a csatornánkra. Ha esetleg ezt eddig nem tették volna még meg, akkor kérem, hogy csatlakozzanak, és állítsák be az értesítéseket is, hogy elsőként értesülhessenek új adásainkról. További szép napot kívánok, találkozunk a legközelebb, és addig is a viszonthallásra.